A hálaadás a kedvenc ünnepem. Nagyon szeretem a családi összejöveteleket, tehát fontos esemény a számunkra, nekem pedig a kedvenc napom. 2017-ben Amy Knaeby már alig várta a szülei házában tartandó hálaadás napi ünnepséget. Még hátra volt néhány étel elkészítése, amikor hajnali 4-kor rosszul létre ébredt. Nagyon fura, súlyos, nehéz érzés volt, nehéznek éreztem magam. Alig tudtam levegőt venni, és nagyon fájt a fejem. Nem tudtam gondolkodni, teljesen letompultam. De egy rémisztő gondolat bevillant. A még meg nem született babájának egészsége. Már volt egy vetélése, és évekig próbálkoztak férjével, míg végre sikeres lombik programnak köszönhetően babát várt. Ekkor már 7 hónapos terhes volt. Az egész terhességet gondok kísérték, ezért nagyon aggódtam a terhesség miatt. Azt hittem, ezzel áll kapcsolatban. Addigra Matt is felébredt, és lefele indult a lépcsőn, hogy megkeresse Amy-t. De ő is zavarodott volt, és nehezen kapott levegőt. Csak azt éreztem, hogy zúg a fejem. Nem emlékszem semmire. Nem tudtam gondolkodni. De azt vettem észre, hogy lefelé tartva egyre rosszabb lesz. A térdeim annyira elgyengültek, hogy alig tudtam állva maradni. Látta, hogy Amy a kanapén alszik. Visszasegítette emeleti ágyához, de amikor Amy szólt, hogy rosszul érzi magát, rájött, hogy valami baj van. Felkapta a telefont, és a lépcsőn lefelé tartva próbálta hívni a 911-et. Nem jutott eszembe a segélyhívószám. Tudtam, hogy van egy szám, amit veszély esetén kell hívni, de nem tudtam felidézni. Végül is bekapcsoltam a telefont, és mikor láttam apám képét, őt hívtam fel. Amikor felhívott, megijedtem, és aggódtam, mert fogalmam sem volt, hogy mi baja lehet. Azt mondta, apa, valami bajom van, nagyon rosszul érzem magam. Át tudnál jönni most azonnal? Segítségre van szükségem, tudsz jönni? Matt letette a telefont, és a kanapéra ájult. Az apja kocsiba pattant, és imádkozva sietett a 20 percre lévő házuk felé. Azt mondtam, Uram, szeretnék figyelni rád. Szükségem van a bölcsességedre és az útmutatásodra. Mit tegyek ebben a helyzetben? Fogalmam sincs, mit találok, amikor odaérek. 10 perc alatt odaért. Berohant a házba, ahol Mattet és Amy-t kábultan, de élve találta. Minden jel szénmonoxid mérgezésre utalt. Gyorsan kisegítette őket a szabad levegőre, és hívta a 911-et. Nagyon aggasztó percek voltak ezek. Aztán nagyon hálás voltam, mert a tűzoltóautók percek alatt, vagy még hamarabb kiértek. A tűzoltók megállapították, hogy a gázkazán elromlott, és a házban lévő szénmonoxid elérte a halálos szintet. Michael Griffin tűzoltókapitány a helyszínen volt aznap reggel. Hivatalos adatok szerint 1 millióból 50 egység széndioxidot lehet elviselni 8 órán keresztül tünetek nélkül. Náluk több mint 240-et találtak a levegőben. A szénmonoxid magas szintje miatt nagyon örültem, hogy egyáltalán tudatuknál voltak és kint voltak a friss levegőn. De láthatóan még kezelésre szorultak, mert a vérükben még ott maradt a szénmonoxid. Matt és Amy oxigént kapott, és kórházba vitték őket kivizsgálásra. Ők már túl voltak a veszélyen, de az orvosok nem voltak biztosak benne, hogy hatott a gáz a babára. Nem tudták, mit tegyenek. Azt mondták, még sosem láttak ilyesmit terhesnő esetében. Én szerettem volna megszülni, hogy kézbe vehessem, lássam, hogy jól van. A kórházban töltötték a hálaadást. Hálásak voltak az életükért, és kérték barátaikat, rokonaikat, hogy imádkozzanak a babáért. Ott volt a gyülekezetünk, a családtagjaink, és mindenki, aki nem csak azért imádkozott, hogy Matt és Amy felépüljenek, hanem hogy a baba is jól legyen. Az imaláncok, e-mail üzenetek, a bátorítás szinte elárasztottak minket. Pár nap múlva mindkettőjüket kiengedték, és az elkövetkező 2 hónapban Amy orvosai őt és a babát is megfigyelés alatt tartották. Aztán 2018. január 20-án megszületett Lennon Lewis Knaeby. Tökéletes baba volt, csodásan nézett ki, alaposan megvizsgálták, úgy tűnt, jól van. Amint megláttam ezt a pici lányt, annyira szerettem, hogy el sem tudom mondani. Túláradó érzés volt, mikor először megláttam őt.
Addigra Matt kicserélte a kazánt, és szénmonoxid érzékelőket szerelt fel az egész házban. Nagyon szerencsések, hogy túléltek egy ilyen mérgezést. Ha a családtag nem kapcsol gyorsan, és nem megy oda, és talál rájuk, könnyen meghalhattak volna. Ezért nagyon fontos, hogy legyen a lakásokban egy megbízható szénmonoxid érzékelő. Azóta minden hálaadás napja Isten áldására emlékezteti őket, és arra a csodára, hogy élnek. Különösen hálaadás napján emlékeztet arra, milyen csodálatos Istenünk van, aki mindenen átvezet minket. Ahogy már mondtam, amúgy is nagyon szeretem a hálaadást, szeretem az ünnepeket, a hagyományt, a családot. De most biztos, hogy még jobban értékelem. Visszatekintve még inkább azt látjuk, hogy Isten keze volt benne. Csak hálásak lehetünk.